Balogh Gyula polgármesterrel a Bátszalókon a napokban útjára indult bölcsődei beruházásról, valamint annak aktualitásairól beszélgettünk. Üdvözlöm Balogh Gyulát, a Bátszalók polgármesterét. Milyen beruházás veszi kezdetét hamarosan itt a településen? A területfejlesztési operatív program keretében nyert a település 230 millió forintot bölcsőde építésére. 1968 óta működik a Bátszalókon bölcsőde, tehát elég régóta, de ez egy olyan épületben van, amely a korábbi években, az 50-es években lakóház volt, magánház, és utána az államosítás során került állami kézbe, és utána működött ebben az épületben bölcsőde. Gyakorlatilag az az épület közel 100 éves, és ezen a területen egyben van a szociális főzőkonyhánkkal, illetve a bentlakásos idősek otthonával. Jól működik teljes mértékben az intézmény, de szerettünk volna, hogy egy olyan helyre kerüljön az új bölcsőde, amely már tényleg a gyerekeinknek megfelelő színvonalat fogja tudni biztosítani. És volt az önkormányzatnak az egyik óvodája mellett egy üres terület, ahol egy régi óvoda működött, ez az épület elbontásra került, és ennek az épületnek a helyére építjük meg az új bölcsödét. Hány fős lesz ez a bölcsőde, hány csoport fog benne elférni, és mikorra várható az elkészülte? Jelenleg is két csoporttal működik a bölcsőde, 23 fő az engedélyezett létszám. Itt is két csoport és egy kisebb csoport lesz még, tehát még két és fél csoport gyakorlatilag, olyan 30-32 fővel fog működni az új bölcsőde. Várhatóan a napokban elkezdjük a beruházást, gyakorlatilag a geodéták kimérték a területet, tehát néhány nap múlva a konkrét kivitelezés is meg fog kezdődni. Számításaink szerint jövő év tavasza, nyár elejére azt gondolom, jó esetben, hogy az épület elkészülhet, rosszabb esetben a tanév kezdetére, tehát 2022. szeptemberére biztosan beköltözhetnek a gyerekek. Valószínűleg az épület kész lesz, csak még a szükséges engedélyek beszerzése az még esetleg nyújthat a folyamaton. A szülők visszajelzései alapján nyilván itt a helyi lakosokra gondolok, az igények mit akarnak, tehát ezáltal többen vállaltak munkát, hogy lesz ugye, aki talán pluszba és bölcsődébe helyezi a gyermekét, vagy mi itt a megoszlás, és nyilván mik a visszajelzések erről az új épület együttesre majd, ami elkészül? A visszajelzések alapján egyébként jó választásnak tartják, hogy a közvetlenül az óvoda mellett lesz ez az intézmény, hiszen hogyha megkezdi a gyermek az intézményi nevelését, a szülők is megszokják, hogy hová kell hozni a kisgyermeket, tehát ilyen kettő éves kort, másfél, két éves kortól már elkezd ebbe az intézménybe járni, és utána gyakorlatilag egy épülettel kell majd arrébb menni az óvodába 3 éves korától. Tehát az elhelyezkedés az abszolút pozitív. Nyilván a felszereltsége, a modernitása az épületnek az megint magába fogja hordozni azt, hogy igen magas színvonalon fogjuk tudni nevelni a gyermekeket. Szükség van rá, nagyon bízom benne, hogy a különböző szolgáltatások növekedésével, munkahelyek, kisebb munkahelyeknek az alakulásával, tehát a Bátszalók ahogyan fejlődik, nyilván a turizmus az hordoz magában gazdasági fejlődést, ez a szolgáltatásokban megmutatkozik. Persze nehéz az, hogy ez elsősorban szezonális, de bízunk abban, hogy ez majd kinyújtható lesz tavaszi és őszi időszakra, és egyre több munkavállaló szeretne munkát vállalni, és így a gyermekét biztonságba tudva a nevelési körülményeket bölcsödébe adni. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig a szociális körülmények esetén, hogyha valaki olyan rászoruló, vagy a szociális körülményei azt feltételezik, hogy jó lenne, hogyha a gyermek intézményi keretek között kerülne nevelésbe, akkor erre is adódni fog a lehetőség.